semmi köze se a Fideszes, se a politikához. Nem politikai ügy, ezt mondta Mennyi Roland fideszes képviselő a bíróság folyosóján arra a kérdésre, kapott-e valamilyen utasítást a Fidesztől, hogy mit tegyen a tárgyaláson. A politikus az úgynevezett Voldemort ügy első tárgyalási napjára érkezett. A Voldemort nevet az első és a másodrendű vádlott akasztotta a politikusra, mert szerintük a Harry Potter főgonoszához hasonlóan Mennyi nevét sem lehetett kimondani. A politikus az ügy hatodrendű vádlottja, összesen 7 ember ül a vádlottak padján. Az ügyet tavaly nyáron a 168 óra robbantotta ki, amikor kihallgatási dokumentumokra és lehallgatási jegyzőkönyvekre hivatkozva megírták, hogy a vádlottak szociális szövetkezeteken keresztül akartak uniós pénzekhez jutni, ebben Mennyi Roland segített volna. Később ezeket a pénzeket a vád szerint nem a szövetkezetekre, hanem magukra költötték volna. A vádlottak a pályázati célok megvalósítására alkalmas, annak megfelelő tevékenységeket nem szándékoztak elvégezni. Megállapodások szerint ezek helyett csupán a csalás lelepleződésének veszélyét csökkentő, látszólagos tevékenységeket végeztek volna el. A vádiratban az is szerepel, hogy Mennyi Roland az azóta menesztett uniós fejlesztési államtitkárnál Köpeci Boc Tamásnál járt el az ügyben. A közvetítésért 2x5 millió forint úgynevezett alkotmányos költséget kért. A pályázatot 2015. októberében írták ki 500 millió forintos keretre. A vádlottak 10 szövetkezet nevében pályáztak, mindegyikkel nagyjából 50 millió forintra. Végül formai okok miatt nem nyertek, ugyanis feltétel volt, hogy csak korábbi uniós pályázati nyertesek indulhattak. Az szintén szerepel a vádiratban, hogy az elnyert összeg 90%-át vissza kellett volna osztani olyan cégeken keresztül, amelyeket Mennyi Roland jelölt volna ki. A tárgyaláson az ügy ötödrendű vádlottja több mint egy órán át olvasta fel a vallomását, ezért Mennyi Rolandot már nem hallgatta meg a bíró. Én nem akarok visszaélni a türelmükre, én azt kérem önöktől, hogy most mondom önöknek, hogy nyugodtan eltávozhatok. Mennyi Roland ezután híradónknak azt mondta, fenntartja, hogy nem követte el, amivel vádolják, szerinte félreértés történt. Számukra az, hogy az eszközök meg a szolgáltatások beszerzések közötti arányok hogyan alakultak egy pályázat kiírás, akkor azt, hogy ezt egy pályázati útmatoló határozza meg. Mindazt, ami nem eszköz, azt ők úgy ítélték meg, hogy azt ők nem kapják meg, és azt valaki el akarja vinni. Állítja, hogy ezeket a szolgáltató cégeket nem ő jelölte volna ki, legfeljebb javaslatot tett volna a vállalkozóknak, ha kérik. Kérdésünkre azt mondta, az ügy valószínűleg még tart majd a jövő évi választások idején is. Nézze, családom van, én is emberből vagyok, tehát szeretnék inkább arra koncentrálni, hogy ezt az ügyet oldjam meg rendesen. Nem fog elindulni a választásokon? Most úgy tervezem. A következő tárgyalás pénteken lesz, ekkor ismertetik Mennyi Roland korábbi vallomásait, és a bíróság kérdéseire is válaszol majd.